Maradnia kell. Ha a csatában elesik, mi lesz vele? Kitövezzek szeretetemmel! Szabainak tárját mikor ijátom újra? Nem hagyhat itt. De hát a haza! Ön bort ivott, s én felolvastam önnek. De hát a királyt. Az állam én vagyok. Az állam én vagyok. Hát tényleg oly fontos az a háború? Hisz csak a buzik maradnak itthon, uram. Üdvözlöm Önöket! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Az elbeszélés szelleme vagyok, elmúlt és eljövendő dolgok avatott ismerője. Most nekem rendeltetett a feladat, hogy fellebbentsem a fátylat a múlt némely eseményéről, melyek nagyban meghatározták a jelen alakulását. Thank you.
Történetünk kezdőpontjának az osztrák-magyar monarchia utolsó éveit tekinthetjük, midőn Václav Macek, a Prágai Egyetem híres irodalomprofesszora, belekezdett regénye megírásába, melynek a Macska éve címet adta. Jelen volt Friedrich Schrift, a bécsi iskola rettegett kritikusa is. Számos nyelv tudora, írók, költők, művészek rémálma. Macek szellemi riválisa. Nos igen, pillanatokon belül megismerhetik azt az embert, akiről a professzor regényének egyik szereplőjét mintázta. Neve Fertő Károly, a Magyar Huszárezred levitézlet altisztje. Macek régi barátja. Károlyi. Basz meg, Vaszláv. Nem Károly, hanem Károly. És kész. Azt ismered, hogy van egy papagáj, meg egy matróz. És a papagáj mindig megissza a matróznak az összes rumát. Aztán mondja neki többször is a matróz, hogy papagáj, hát egymás testvérei vagyunk. Szinte egy vér, a tollakat kivéve, mi együtt élünk. Miért? Miért csinálod ezt? Miért iszod meg a rumomat? Erre mondja a papagáj, hogy hát matróz, hát figyelj már rám egy kicsit, én így játéve jöttem. Én nem tudtam, hogy ez neked fáj. Én azt hittem, hogy ez ilyen baráti alapon el van osztva. Jó van, papagáj, azt hiszem, hogy megbeszéltük. Nem először, nem másodszor. Ismered? Visszajön a matróz. Bekúrja az ajtót. Papagáj megitta a rumot. Hát, vazeg, matróz kurva ideges. Mondja neki, hogy vazeg, papagáj, hát mi a faszról beszéltünk mi eddig? Tehát én megkértelek téged valamire, mi a szarért nem bírod betartani? Kérlek, könyörögve, kérlek, hiába imádlak, de te megiszod, baszd meg. Jaj, hát te arra ugye, hát meglaudult a kalitka, azt kiestem, azt megbotlottam a vödörbe, beleestem a rumba, és elkezdtem szívni, hogy kitérjek belőle, azt megittam. De tényleg, ne arra ugye. Jó van, papagáj, egy a szerencsét, hogy szeretlek, mint az anyámat. Tehát mondja neki, hogy nem haragszom, jó van, papagáj, ezt még így elnézem, de azért figyeljél magadra, mert már ezt megbeszéltük többször is, ugye? Persze, most már én olyan vagyok, mint a Szent József, vagy a Szent Mária, vagy akit mondasz, olyan vagyok. Jó, elmegy a matróz. Eltelik egy óra, kettő is, meg három, azt visszajön. Látja, megint megittem a papagáj az összes rugot. Látja, az meg megint geci ideges lesz, baszd meg, papagáj, mi a fasz karattyoltam neked, baszd meg! Mi a fasz karattyoltam?
ezt magyarázom, bazd meg, hogy ne igyad meg a rumomat, nem? Erre megint megiszott. Mi az Isten verte, mink küldött beléd? Jaj, hát te csinálsz már a matrózat. Értsd meg, hogy egy olyan apró baleset volt, amire te nem is álmodtad. Úgy kikészültem, olyan rossz volt, eszembe jutott anyám halála, meg minden, aztán egyszerűen elfogyott. Most az egyszer, de most utoljára elnézem, de ha még egyszer, ha még egyetlen egyszer eszedbe jut az, hogy megiszod a rúgomat, akkor egyesével kitépkedem a tollaidat, érted, bazd meg? Jaj, az Isten szerelmére, erre nem lesz szükség. Mindannyian itt vagyunk, mindannyian szeretjük egymást, tehát nem lesz ilyen gond. Jó van, papagáj, akkor én most elmegyek. Elmegy a matróz. Eltelik egy óra, eltelik két óra, 10 óra, 50 óra. Ezt visszatér a matróz, bazd meg. Bekúrja az ajtót, és látja, hogy a papagáj mindent megívott, érted? De most ezt komolyan mondom, hogy mindent. Megitt az egészet, az egész lunkészletet. Fölborogatva a hordók, papagáj totális állapotban fekszik a kalitkában, még kicsit himbálózik is, kilóg a lába a rácson, vérben forog az egyik szeme, és a matróz agyát elönti a vér. Mondja neki, hogy bazd meg papagáj, mi a fasz mondtam neked? Mi a fasz mondtam, mit csinálok veled, hogyha megiszod a rumomat, mi? A papagáj kicsit megmozdul. Ki a faszt érdekel, bazd meg? Ki a faszt érdekel? Ki a faszt érdekel? Olyan szinten be van baszva, hogy leszarja. Tehát kidívja saját tollát, bazd meg. Hát ez szerintem. Én is így lennék, de hát te is kitétét, bazd meg. Hát te olyan állapotban vagy. Na és? Hol tart a nagymű, mester? És a professzor néhány szóban, hézagos magyar tudására támaszkodva elmesélte Károlynak, hogy Theodor Atkins atya, aki már fiatalon az úr szolgálatába lépett, a manapon segédjével együtt látogatást tett a Greenway család otthonában, azzal a szomorú céllal, hogy megnyomtassa a kis Marianne-t, akit ideje korán támadt meg a súlyos tüdőbaj. Atkins atyának minden lelki erejére szüksége volt ebben a nehéz helyzetben. Szerencsére most is eszébe jutottak egykori teológia tanárának bölcs szavai hitről, önmegtartóztatásról. A kis Marianne elhagyta e földi síralom völgyet. Atkins atya megrendült. Érteni? Károly? Érteni? Hát, persze, hogy érteni. Ebből még... Kurva jó kis história lesz, baszod. Te jó ember vagy! Das ist... Te nagyon jó ember vagy, bazd! Du bist genial, schön! Aranyember!
Alusív! Arany ember! Hogy folytatódik? Fél nap alatt elbassza a tisztes tanári jövedelmet. És te? Na és honnan jöttél? Ne hagyd magad, haver! Hoztad a rierongyot? Így történt, hogy a végzett széjjel szórta és megfosztotta őket a boldogság reményétől. Csak elrontott sorsok, egy beteljesületlen szerelem, és egy félbehagyott regény maradt utánuk. Ideje elbúcsúznom. Az elbeszélés szelleme idáig kísérhette önöket. További jó utat! Thank you.
Nagyon. Beteg már. Szegény. Az ön jósága számomra van el? Hát igen. Mostanában folyton banánokról beszél.
Performance.
Thank you.